nem értünk sok mindent, és kérünk téged, hogy taníts minket, vezess minket, és bátorítsál minket, szól hozzánk, erősítsen meg minket. Nagyon hálások vagyunk neked azért, mert te ma is szólni akarsz hozzánk. Nagyon hálások vagyunk neked azért, hogy igét adsz nekünk ezen a mai napon. Köszönjük, hogy szó jön ki a mennyből, a te ajkaidról, amely képes megeleveníteni a mi testünket, a mi szellemünket. Ez az ága szó, amely kijön a mennyből, ez te vagyunk Jézus. Köszönjük, hogy itt vagy a szívünkben vagy, bennünk lakozó Szent Szellem, drága Szent Szellem. Köszönjük, hogy jelen vagy ezen a helyen. Halleluja! Égtib rájsek rá, halleluja! Sokat a rába már, séti tétor, rokom mondja, hogy Jézus Krisztus nevében, mossát ki, Uram, minden fájdalom, minden váratot, minden keserűséget, minden olyan dolgot, amely eltetőnek van, mossát ki a szívünkön, legyen áldott a világba neked. Halleluja, Jézus! Halleluja! Halleluja! Uram, te hozzád futok. Amen. Uram,
annyi mindent csinálnak a mai világ, hogy nem tűnik a kivéle. De mivel szeretjük az utat, nem törődünk azon, hogy esik az eső, hogy meleg van, megyünk, és mi tudjuk azt, hogy mi szeretjük az utat. Nem látjuk, hogy szeretjük. És az van megérő, hogy boldogok azok, akik nem látnak és szeretnek. És szeretnek? Vagyis a hit az a szeretettel egybe van kapcsolva? Hát én nem tudom, testvéreim, de azt gondolom, hogy hit a szeretet nélkül nem működik. 1 Korintus 13. Hit szeretet nélkül nincsen. Úgyhogy testvérek, higgyetek és szeressetek. Amen. Halleluja. Méltó a bár, oh, my God.